tartós növekedés a gazdaságfejlesztés területén elkezdődött, és azóta is töretlen. Dolna megye gazdaságát jellemezte így a pénzügyminisztérium főosztályvezetője még október közepén. Tolna megye országosan is kiemelkedő területnek számít a munkanélküliség ellen tett intézkedéseket tekintve. Az országnak ezen a részén a munkaképes lakosságnak mindössze 2,2%-a nem dolgozik, míg például Borsodban ez a száma 8%-hoz közelít. A szakértő szerint a javuló mutatókhoz az olyan kezdeményezések is hozzájárultak, mint a Tolna megyei foglalkoztatási paktum. A paktumot a megyei önkormányzat vezetésével 2 éve hozták létre. Mostanra 30 tagja van a szövetségnek. Az alapítók mellett a kormányhivatal, önkormányzatok, vállalkozások fogtak össze, hogy javítsanak a foglalkoztatási mutatókon, hogy így reagáljanak az egyre szorítóbb munkaerőhiányra. Úgy látjuk, hogy a munkáltatóknak is most már igazodnia kell az igényekhez, a munkavállaló igényekhez, és jól látható az a trend, hogy a egyes munkáltatók ezt felismerték, és már minap, hogyha valaki nyitott szemmel jár és hallgatja a híreket, akkor láthatja és hallhatja, hogy van már olyan kereskedelmi áruházlánc, aki foglalkoztat már részmunkaidőbe embereket, és egy vagy két órára is van lehetőség a munkavállalónak másodállásban munkát vállalni. Éppen ezért mérsékelve ezáltal a munkaerőhiányt, és bevonva azokat az embereket, akik további foglalkoztatásba vállalkoznak. A munkáltatók tehát mostanra felmérték, hogy engedményeket kell tenniük a munkavállalóik felé azért, hogy meg tudják tartani őket. A munkaerőpiacon mostanra egyféle verseny alakult ki, aminek a munkavállalók a legnagyobb nyertesei. Fontos viszont a jövőre is gondolni, ezért szerveztek most a Paktum alapítói pályaorientációs napot általános iskolás diákoknak a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Ez a fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 1 milliárd 225 millió forintos támogatással. A programnak az alapvető megyei célja az, hogy a megye gazdaságának fejlesztése, foglalkoztatásának, foglalkoztatottságának növelése, életszínvonalának növelése. Ugye ez a nagy keretcél. Ezen belül, ami igazán a projekt feladata, hogy megyei szintű feladatokat határoz meg, úgy, mint a munkaerő hatékonyságának növelése, minőségének javítása, a munkaerő piaci hátrányának csökkentése, és természetesen a munkanélküliek minél egyöbb foglalkoztatási rendszerbe vonása. És itt most átjövünk tulajdonképpen a mai foglalkoztatási vagy pályorientációs fórum felé, ugyanis a feladatok között szerepel azt, hogy a munkaerő olyan tudással történő ellátásához segítése, amely a mai munkaerőpiacon, a változó világban egyre növekvő igényeknek megfelelően olyan humán munkaerővel látja el a vállalkozásokat, amelyek számukra a mai kihívások mellett megfelelnek. Ugye a röviden elmondottakból kiderül, fontos viszont a jövőre is gondolni, ezért szerveztek most a Paktum alapítói pályaorientációs napot általános iskolás diákoknak a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Vagyis a program célja az volt, hogy a diákoknak már most a középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt segítsenek olyan szakmákat választani, amiknek a birtokában könnyen tudnak majd munkát vállalni. Tudjuk, hogy egy meglévő állapot javítása mindig nehezebb, költségesebb, mint egy bizonyos szituációra fölkészülni. Tehát azért ennek a Paktum projektnek a része az is, hogy az oktatás során, tehát már nem csak végzetteket, tehát 18 éven felülket részesítünk és segítünk ezekkel a partnerekkel különböző szakmákhoz és oktatással olyan pályákhoz alkalmazkodni, amelyek most éppen keresettek a munkaerőpiacon, hanem már most alapvetően a 8-osokat arra orientálódni, hiszen ők akkor már készen érkeznek a munkaerőpiacra, hogy ne egymást meghallgatva, kvázi úgynevezett divatszakmákat választva döntsenek, hiszen ez egy meghatározó döntésük az életüknek, itt 14 éves korban, 8. után meghatározhatja hosszú távra az életük és pályájukat, hogy most úgy döntsenek, amiben próbálunk segítséget nyújtani, olyan szakma felé induljanak el, ami egyrészt tetszik nekik, nyilván, hogy egy olyant sokkal jobban motiváltak lesznek ezt végezni, illetve tudósítani velük, hogy melyek azok a szakmák,
amelyek a munkaerőpiacon keresettek, hosszú távon kifizetődőek, és ebben ugye partnerek a konzorciumi tagjaink is. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumra 2020-ig több mint 1 milliárd 200 millió forintot fordíthatnak a projektgazdák.